Jó estét kívánok! Kari TDK bizottság nevében szeretettel köszöntünk minden kedves résztvevőt a Bölcsész Akadémia őszi szemeszterének nyitó rendezvényén Imáromi helyszínen. Elsőként szeretném felkérni Szeberényi Gálkor, a PTA Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója, hogy házigazdaként nyissa meg a rendezvényt. Kedves hölgyeim és uraim, tiszteletben köszöntöm Önöket a házigazdaként, hogy elhangzott a Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban, annak alkalmában, hogy itt új helyszínen kerül megrendezésre, most már több éves hagyományra visszatekint Bölcsész Akadémia. És itt szeretném megköszönni a két spiritus rektornak, hogy ránk gondoltak, amikor a új helyszín kerestek ennek a rendezvénynek. Azért esik nekünk különösen jó, hogy könyvtárként, meg tudásközpontként elsősorban, mert én szoktam az a lamentálni, hogy mitől lesz tudásközpont egy tudásközpont, és igazából azt gondolom az ilyen jellegű rendezvények, amik jó értelemben lett, a lehető legjobb értelemben lett tudás megosztás és ismeretterjesztés egyébként készülnek ezek az egyetemnek a cégisze alatt. Ezekben nem alkalmasabbak arra, hogy az én tudásközpont jelleget megadják ennek az épületnek. De persze, hogy alapvetően minden kerül könyvtárként funkcionál. Na azt kívánom, hogy nagyon jól szórakozzanak, illetve érezzék úgy magukat a rendezvény sorozaton, illetve tanuljanak, amit tudnak, azoktól az előadóktól, akiket itt a szervezők felkértek. És azt nem vélem, hogy ez egy gyümölcsös együttműködés lesz a szervezők, illetve a helyszín hazai részéről is, hogy jövőben is így tudunk ilyen jelenlegi rendezvényt az éveket megtartani. És hogy minden jót kívánok, és köszönöm, hogy itt vannak, érezzék jól magukat. Most pedig szeretném felkérni Fedeles Tamást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Kari Tudományos Diákkari Konferencia elnökét, hogy mondja el köszöntő gondolatait. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves résztvevők, nagyon sok ismerős arcot látok, ugyanis ahogy főigazgató úr is említette, ez a rendezvény néhány év múltra tekint már vissza. Ezt majdnem minden fél évben el szoktam mondani, és mindig lobogtatom az idejéhez nagyon hasonló programfüzetünket, csak ezen az év, két év, 2012 és 2013. Ekkor gondoltuk úgy a Kari Tudományos Diákkörű Tanács, Bölcsészettudományos Diákkörű Tanácsának tagjaival, Böng Gábor úrral és kolléginákkal, hogy jó lenne egy olyan rendezvény sorozatot Pécsre csábítani, illetve itt megvalósítani, amikor fontos, jelentős tudományterületek képviselői mondják el új tudományos eredményeiket. Döntően az elején úgy terveztük és úgy is valósítottuk meg, hogy ne pécsi előadók legyenek az illetők, hiszen a pécsi előadókat nyilván Pécset meg lehet találni, lehet őket hallani. Így az első szemeszterben, illetve pontosabban az első két szemeszterben négy akadémikust sikerült lecsábítanunk. Többek között Romsics Ignácot, ugye a történész professzorról van szó, de Csépe Valéját is említettem, aki az MTA főtitkáraként tevékenykedett, ugye pszichológus. Ez a sorozat szépen aztán ment tovább, és hát az utóbbi időkben, években pécsi kollégákat állítottunk fókuszba, hogy olyan előadásokat, olyan témákat dolgozzanak föl, olyan előadásokat tartva, amelyek a szélesebb közönség számára is érdekességekkel szolgálhatnak. Ezt a szokásunkat szeretnénk ebben a szemeszterben is megtartani, és hát nem véletlenül esett a választása mai előadóra, illetve az előadás témájára, hiszen ez egy nagyon kúrens, nagyon friss kutatási eredmények alapján fog bennünket orientálni szeretett városunk, gondolom mindenünk elmondhatom kapcsán, és Pécs Székesegyházai és Vozzaló Péter Királyi Híra vonatkozásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien megtisztelték a nyitó rendezvényünket. Én is főigazgató úr szavait ismételem. Tudással gyarapodva távozunk meg az előadást követően, és már most fölhívom mindenki figyelmet arra, hogy az előadó szeretné, hogyha picit megzárnánk őt, persze tudományos, illetve ismeret terjesztő kérdések föltevése kapcsán, illetve egyéb megjegyzések, előadásához fűződő megjegyzések vonatkozásába. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, érezzék jól magukat! Most pedig felkérném Böng Gábort, a PTA agyunktusát és a KTDT alelnökét, hogy mutassa be a Bölcsész Akadémia harmadik kötetét. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az a megtiszteltetésért, hogy bemutathatom az előző szemeszter előadásaiból szerkesztett tanulmányokat tartalmazó kötetet. Ez a Bölcsész
Művész Akadémia 3 című kötet. Hoztunk néhány példányt, tehát aki érdeklődik a kötet iránt, akkor néhány példány erejéig majd az előadás után felé menet nyugodtan vegyenek magukhoz szöveget. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Feleves Tamás említette, hogy ez másodikadik szemesztere a Bölcsész Akadémiának. Majd minden szemeszterből készült kötet, és ezek a kötetek elektronikus formában is olvashatóak, ha már nem is férhető hozzá print verzióban, de a Kari Tudományos Diáki Tanács honlapján, ezt megtalálják a PTK honlapjáról viszonylag könnyen, letölthető PDF formátumban az összes korábbi kötetünk, és ez a legújabb, legfrissebb kötetünk is. Csak nagyon röviden nem akarom az időt húzni, pár szóban szeretném bemutatni a köteket. 9 tanulmányt tartalmaz a kötet, 9 tanulmány, 9 tudományterület. Az első tanulmány Brühl Tibor professzor úr császárkori Rómával foglalkozó tanulmánya, számomra nagyon-nagyon tanulságos tanulmány, illetve előadási tanulmány volt, amely arról szól, hogy a császárkorban a politika, a hatalom, az ideológia hogyan manipulálja a történelmet, hogyan manipulálja az emlékezetet, hogyan teremti meg saját emlékezetét, és nekem most nem szabad arról beszélnem, hogy ez mennyire aktuális vagy nem aktuális, de nagyon-nagyon hasznos olvasmány. Benne Krisztián tanulmánya a következő, a Humanisztikai Intézet, illetve a francia tanszék vezetője, hasznos ellensége, a francia hadsereg magyar tagja, az első világháború című tanulmánya, a francia idegenlégió magyar vonatkozású történeti eseményeit eleveníti fel, illetve arról beszélt az előadásban, és ezt írtam egy tanulmány formájában, hogy a nemrég kutathatóvá vált, nemrég hozzáférhető vált adatok segítségével miket tudhatunk meg arról, hogy a francia idegenlégió állományában kik, miért keveredtek és mi lett a sorsuk. Komoly jelentéseket is tartalmaz különböző hadmozdulatokon. Metis János tanár úr a Bölcsészettudományi Kar Irodalom Tanszékének docense, az önéletrajzokról írt egy kiváló tanulmányt. Az önéletrajz egy nagyon fontos kérdése szerintem a mai mindenkori irodalomtudománynak, és azért is alkalmas egy tudományos ismeretterjesztő előadás, illetve cikk témájának, mert nagyon sokakat érdekel azokat is, akik nem feltétlenül szeretnék tudományos mélységekben művelni az irodalmat. De önéletrajzot majdnem mindenki szeret olvasni, és meg is János tanulmánya arról szól, hogy az önéletrajz írás, illetve az önéletrajz olvasásnak milyen sajátosságai, milyen mutatói vannak. Nagyon sok példát hoz, Eszterházy Péter talán az egyik legfontosabb hivatkozási alapja, aki mostanában viszonylag komoly viták keresztüzében került, és nemrég veszítettük el. Lánk András a következő PTK dékán helyettese, pszichológus egyetemi docens, a machiavellista manipulátor, egy fejlődési pszichopatológiai megközelítés címmel írt a machiavellista embertípusról, arra az embertípusról, akit mindannyian ismerünk, akivel mindannyian találkozunk, és arról szól a tanulmány, hogy hogyan lehet kutathatóvá tenni egy ilyen személyiségtípusnak az ismérveit, hogyan lehet leírni a machiavellista személyiségtípust, hogyan lehet felismerni. Macerka Csaba, anglista kollégánk kiváló tanulmánya az angol utopisztikus szöveghagyományról, Nóros Tamás utópiájáról, illetve annak szöveg előzményeiről, egy nagyon érdekes kitekintéssel a Nóros utópiájának, illetve az utopisztikus hagyománynak a magyar vonatkozásaira. Talán számomra legalábbis az egyik legérdekesebb tanulmány az Balatonyi Judité, etnográfus kolléganőnk kiváló tanulmánya, a miért szeretünk másként és ugyanúgy kulturális antropológiai perspektívát a szerelem kutatásban címmel tartott nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon tartalmas beszélgetést tartalmazó előadást, és ezt megírta a tanulmány formájában. Egy gyímesi kutatásnak a tanulságait írta le, az, hogy hogyan és miképpen tud a szerelem egyedi és univerzális lenni, és ez etnográfiai, kulturális antropológiai eszköztárral hogyan vizsgálható. Gyéri Katalin
asszony, szintén egy nagyon izgalmas tanulmány, levelek a Háremből, egy angol hölgy 18. századi törökországi útja, Lady Mary Worthy Montagu levelezését dolgozta fel, 18. századi angol arisztokrata levelezését dolgozta föl, a török világ a női, 18. századi arisztokrata női szemmel, nagyon-nagyon melegen ajánlom mindenkinek. Bolyár Gábor kollégánk, ami docens, médiajogász kollégánk tanulmánya következő, Nyüzsgő Kávéház vagy Zajos Kocsma, a közösségi média és a nyilvánosság, rendkívül aktuális tanulmány, gondolom, az előadása is rendkívül kiváló volt, ami arról szólt, hogyan manipulál bennünket az a közösségi média, ami most már az életünk részévé vált, és szinte az válik problémát, hogy szabadulni meg tőle. És Fedeles Tamás tanár úr, egyetemi tanár, a következő végül de nem utolsó sorban az ő tanulmányát ajánlom, Magyarok Rómában Mátyás király korában címmel a mátyáskori római követjárásról írt egy rendkívül gazdag tanulmányt. A gazdag alatt azt értem, hogy képanyagban is gazdag, több tanulmányhoz is melékeltünk képanyagot, de ehhez a tanulmányhoz kifejezetten izgalmas illusztrációk kerültek. Ennyit szerettem volna nagyon röviden ajánlóként elmondani, kifelé menet vegyenek magukhoz, ha még itt, és hogyha eljutnak a honlapunkra, akkor töltsék le, olvassák ezt a kötetet, illetve a korábbi köteteinket. Nagyon szépen köszönöm. Most elérkeztünk a rendezvény fő pontjához, amikor is szeretném felkérni Tóth István Zsoltot, a Janus Pannonius Múzeum régész főmunkatársát, hogy tartsa meg a Bölcsész Akadémia őszi szemeszterének nyitó előadását. És ugyanígy szeretnék megkérni mindenkit, hogy a telefonokat alvóüzemmódba, repülőüzemmódba, de lehetőleg mindenféle mémítással tároljuk az előadás helyét. Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, és köszönöm Fedeles Tamás kollégának, hogy meghívott erre az előadásra, és itt most előadást tarthatok önöknek. Röviden bemutatkozni, tehát Tóth István Zsolt vagyok, a Janus Pannonius Múzeum régésze. 2005 óta dolgozok Pécsett a múzeumnál. Alapvetően Pécs történeti belvárosában végzek régészeti kutatásokat. Az elején nézettem a Cella Szettióra feltárásában, feltártam egy Cella Trivórát, a másik Cella Trivóránál is dolgoztam, tavaly a Domtér feltárását vezettem, korábban a városterületén, a Jókai utcában, a Rákóczi úton, a Bazilikás felőjén, és én dolgoztam, és tavaly évben a Domtér kutatása után, tehát bizonyos értelemben egy ilyen szakmai csúcsfordnak is nevezhetően sikerült feltárást végezni a Pécsi Székesegyház altemplomában. Jelen adás során egy érdekes témával a kutatásnak egy részére szeretném megismertetni önöket. A cím Kovács Emekékel Péter királyt, a címként pedig a Pécsi Székesegyházak programatikája a régészeti feltárások tükrében. Tehát én is kerültem kapcsolatba a Pécsi Székesegyházak problématikájával. Néhány éve ezelőtt dr. Hely György felkért arra, hogy írjak egy tanulmányt a Dókkeresztény temető és az első Székesegyház kapcsolatáról, problématikájáról, és hát nyilvánvalóan így akkor belekerültem be a székesegyházas történetbe, ahol már én engem megelőzően Buzás Gergely kollega komoly kutatásokat végzett, akár a Pécsi Székesegyháza vonatkozóan, akár a Pécsi Püspökvárra vonatkozóan. Az ő nevét azért kell megemlítenem, mert igazából ketten tartanánk az előadást, ha ő nem tartózkodna külföldön, tehát igazából ez az, amit elmondok, az lényegében kettőnknek a kutatási eredményei. Most én prezentálom önöknek, a kötetlen nyilvánvalóan kettő neve alatt fog megjelenni. A főcím az érdekesebb,
Ugye azt kevesen tudják relatíve, hogy Pécsett egy király sír is rejtőzködik, vagy rejtezik. Azonban történeti szempontból sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb kérdés a pécsi székesegyházak problematikája. Ez egy olyan kérdés, amit alapvetően, ha meg lehet oldani, akkor régészeti módszerekkel fogjuk tudni, vagy oldottuk meg, vagy fogjuk tudni megoldani. Ugyanis erre vonatkozó jogos források száma jó eséllyel nem fog gyarapodni. Jó, hát ugye azt mindenki tudja, hogy Pécs milyen gazdag és sokrétű kulturális örökséggel rendelkezik, és azt is tudja, hogy ennek egy jelentős része régészeti emlék. Maga a régészeti tudománya a hőskortól a török utáni időkig a Rákóczi szabadságharci terjedően végez kutatásokat. És hát ugye mindenki tudja, hogy van egy gyakorlatilag őskori, egy koravaskori földvár, itt van a római Szofiáni, annak a világőrség nyilvánított ókeresztény temetője. Most már tudjuk pár éve, hogy vannak karolinkori emlékek, karolinkora is van Pécsnek. Az Árpádkorból ott van a székesegyház, a középkorból a püspökvár, milyen középkori épület, és hát ugye van számos holocsákori török épület is a város területén. Hát azt kell mondjam, hogy szerencsés módon ebbe a gazdag kulturális hagyományba turkálhattam szó szerint mondva az elmúlt időszakban. Ez azért fontos, hogy nem tettem, hogy az igaz források már gyarapodnak, a régészet viszont igen. És meg kell mondjam, hogy ezt az előadást két évvel ezelőtt tartottam még először a Magtár Látogatóközpontban, akkor még csak úgy ilyen feltételezéseket tudtam mondani, hogy ha itt van, akkor ott van, ha úgy van, akkor ott van. Meg kell mondjam, hogy húzásként egy kollégával is komoly vitába álltunk a kérdést illetően, akár a székesegyházak ügyében, akár a Péter Király sírját ügyében, és tulajdonképpen a megoldást, az, hogy kitisztuljon vagy letisztuljon a kép, egyrészt a tavaly a Dóntéren végzett régészeti kutatás, illetve az idei évi altenbomi kutatás alapján lehetett valószínűleg véglegesen vagy nagyrészt megoldani. Ennek az idei évi kutatásnak a célja tulajdonképpen a székesegyház építés történetének a finomítása volt, így tulajdonképpen adatokat szerettük volna a késkorokorokozítói történetéhez nyerni, illetve például a római temető is ott van, így nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban is várhatóak voltak új információk. Egész konkrétan van az altán próbált egy, hogy véletlen volt, vagy tudtuk, hogy véletlen van egy római körű temető épület, ezt szerettük volna hitelesíteni. Lehetőség adódott, vagy több szállal mutatott, vagy több dologra mutatott, hogy az első középkori építésű székesegyház ott az altánkom alatt, a burkolat alatt rejtőzik vannak a maradványai, illetve hát mondjuk úgy, hogy a kutatás oldalszára mint opcionális lehetőségként lehetőség adódhatott arra, hogy alakulnak a kutatási eredmények, hogy előkerüljön a második Árpád-házi király, Orszaló Péter király sírja, vagy akár földi maradvány is előkerüljen. Hozzá kell tenni, hogy a székesegyház területén vagyunk, az altánkomban, a néptörténeti katedrális alapítójának, a Szent Bónak a sírja is esetlegesen előkerülhetett volna. Hát összességében egy nagyon érdekes, összetett, izgalmas Pécs története szempontjából jelentős eredményeket kérő feltárást végeztünk ez évben, május és június hónapokban. A kutatást a Pécsi Egyházmegye támogatta, és a Rajnusz-Pannonius Múzeum végezte, és a résztvevőket pedig, és a közvetítőket az alábbi listán láthatják.
Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb régészeti feltárás, az megelőző régészeti feltárás, az azt jelenti, hogy valamilyen beruházáshoz kapcsolódóan megelőzik a beruházást, a bolygatást, a gépi munkát. A sokkal ritkább és fordul elő, hogy régész tervásmatást végezhet, ez általában egy kis területű feltárás, ami tisztán tudományos célzattal valósul meg. Nos, az idei kutatás is ilyen volt, egyébként az eszmélyőzben a Célatrióra Rózsakádán történt feltárása volt ilyen kutatás Pécs területén. Tehát egy kis területű tervásmatást végeztünk, ami jelentős eredményekkel kecsegtetett Pécs történeti múltjának szempontjáról. Enni. Búzás Gergely kolléga a feltárásról készült sajtótájékoztatón, illetve a helyszínen az Altánpont területén. Egy kicsit ezen hasonlóan megy. Vertó Gábor kolléga, aki elsősorban nem hasonló módszerrel feladatozta a területet, Középen Szajcsánél a régészeti felügyelő, Simon Béla technikus, aki országrészt vállalt szintén a munkából. Kicsit nehezen megy ez a ügyű, sőt egyáltalán nem akar menni. Fogja kell kapcsolni ezt a ásatási munkások. Mielőtt konkrétan rávágnánk a témába, egy-két rövid gondolat a régészeti munkára, hogy aki a Indiana Jones-ot néz, még esetleg nem a National Geographic-ot, nem biztos, hogy átlátja, hogy mit is végez egy régész, milyen munkát végez, miből áll egy régészeti munka. Először is a könyvtárba, a levéltárba, a adatárba kezdődik adatgyűjtéssel, utána a telepen folytatódik a feltárásra, és utána megint fent az intézményben feldolgozással történik. Hát ilyen munkafolyamat látható egy ősfogyász feltárása, egy városi ásatásnak a szervényei, nem tudom, ez a talán. Egy-két munkafolyamat, felszínyesés, gödörbontás, és akkor ami a régészek számára olyan, mint egy történésznek az írott forrás, a metszetfal, a rétegekkel, ami tulajdonképpen végig lehet olvasni a történeti régészeti folyamatokat, és akkor a dokumentálás helyszín, rajzolás, mérés, sírfelszerelés, csomagolás, és akkor utána fenti munka az értelmezés, de régész nagyjából a végtermék, amit készít, az egy ilyen mindenféle színekkel megrajzolt alaprajz, vagy szintén ilyen mindenféle színekkel megrajzolt metszetrajz, tehát ez az értelmezés része, illetve a tárgyaléleteknél is ugye mosás, restaurálás, fotózás, feltározás, tehát ugye a végén pedig kiköt a raktárba, és ha minden jó, akkor ezt követően az ásatások, kutatások eredményéről valamilyen módon akár valami írott cikk, könyvformátum, vagy akár egy előadás formátumában pedig a közzététel történik. Hát ugye a sok mindenféle ilyen mondjuk ilyen szürke, a hétköznapi lehetek mellett időnként az ember találhat érdekes dolgokat, ilyen például a Kossuth téren talált Emilius festő, néha kis leheteket is találunk. Mindig szokták kérdezni, hogy a régészek milyen értékes dolgot találnak, és azt hiszik, hogy kis keresők, tehát találhatnak ilyen értékes, úgymond nemességből készült dolgokat is, de igazából a régészet egy tudományos tevékenység, vagy a épületemlékekről beszélünk, akkor például egy relatíve ritkán előforduló Cellatrióra épület feltárása a Rózsakertben. És akkor lassan megközelítjük a helyszínt, meg a témát. Itt ezt az állat közöttem vele, a Pécs történeti belvárosa látható. Zölddel a római város, világgal a középkori város látható. Tehát jól látható, hogy északabbra tolódott a város a római kor óta. Ennek az oka az alsó elkán látható. Ugye a várostól északra van a római nagy temető, annak az északnyugati részén a késő vagy ókeresztény temető, és hát lehet látni, hogy a pécsi püspöki központ, az a világos kikerülő terület, az erre a ókeresztény temetőre települ, épül rá, méghozzá úgy, hogy a 9. században, a karolinkor időszakában itt a ókeresztény temető területén kialakul egy település, és erre települ rá az
1990-ben alapított pécsi püspökség, ezt követően pedig a telepviszonyokhoz igazodva alakult ki a középkori város. Nyugatra egy meredekből, egy patakből, egy határolja északra, szintén a meredek hegyoldal, keleten a Petje-patakból jön ki, ez a természetes határ, délre pedig a egykori római út. Ez önmagában sem akkor a terület, amit a 12. századi gyakorlatilag azt tudnak belakni összességében. De itt a lényeg, a észak-nyugati sarokban van, ahol az ókeresztény temető, a Karolin település és a pécsi püspöki központ található. Közelről nézve az ismert római temetői épületek, amiknek már sok köze van a pécsi székesegyházakról, legalábbis egynek biztosa. Akkor mit kell tudni a Pécs középkori székesegyház? Mi a probléma ezzel kapcsolatban? Ez is egy fogalom magyarázat, mi a székes egyház, vagy másnéven katedrális, hogy rám van a székes, a szék szó, illetve a katedra szó. Tulajdonképpen az a templom, amelyben az egyházmegye vezetőjének, vagy püspök, vagy ilyesek, a trónszéke katedrája helyezkedik el. Hát igazából főleg ebben az időszakban nincsen ilyen méretbelének egyéb megkötés. Az volt a lényeg, hogy az a székesegyház, amelyben az egyházmegye vezetőjének a trónusa széke helyezkedett el. Itt a problémát az adja, hogy amit tudunk biztosan, ja, az a népkori katedrális, aminek a 19. században felújított változata jelenleg is ott áll a Pompér északi oldalán, az biztosan tudjuk, hogy az 1064-es tűzvész után kezdett el épülni, Mór püspök kezdeményezésére. Az egyházmegyét 1090-ben alapítják, tehát ott van a kérdés, hogy 1090 és 1064 között, akkor mi van? Logikus a feltevés, hogy az első székesegyház, mivel a később a Jókeresztény temető területén vagyunk, egy nagyobb szalított római kori temetői épület lehet, akkor itt is már van a kérdés, hogy akkor melyik lehet az ugyan, mert ugye van több nagyobb temetői épület is. A második székesegyház, amiről hívott forrásaink is vannak, az Országos Péter által alapított székesegyház, amelyben a nyughelye is a második királyunknak. Kérdés, hogy van egy kapcsolat, és akkor van, akkor mi a kapcsolata az elsővel. És ugye a harmadik székesegyház, amit említettem, itt is megint a kérdés, hogy mi a kapcsolata a második székesegyházzal. Hát igazából lehetséges, hogy ez egy előzetesen, azt mondom, hogy lehetséges volt, hogy egy túlragozott kérdés, és általában az az általános fejlődési irány, kis templom, nagyobb templom, még nagyobb templom, ugyanazon a helyen. Itt most a specialitást az adja, hogy a például a legnagyobb későn keletű épület a Celaszenti óra, miről leginkább lehetne feltételezni, az nem volt valahol a székesegyház. Vagy illetve elképzelhető, hogy vannak olyan régészeti emlékek, a Dóbtérnek az észak-nyugati részén pontosan voltak, amiről azt lehetett gondolni, hogy esetleg ott lehetett a Péterféle székesegyház, sőt ezt írott elbeszélő forrás is megemlíti, vagyis lehetségessé teszi, csak ez esetben tulajdonképpen vándorlatból van a székesegyház, és akkor a harmadik helye lenne az, ami ma is állt. Vagy pedig a másik verzió, hogy ott a székesegyház alatt van egy nagyobb bogony temetőépület, a fölött valahogy a kertő vagy nyugati fele alatt a Péterféle székesegyház, arra rájuk a jelenleg is látható székesegyház őse. Tehát igazából ez az egy székesegyház, kicsi, nagyobb, még nagyobb, vagy pedig három helyett három székesegyház. Igazából itt ez a probléma gyökere a székesegyház kérdésben. És ez úgy kapcsolódik ugye a Péter székesegyház, hogyha megvan ez a második székesegyház, ami az első középkori építésű székesegyház, akkor esély van arra, hogy megtaláljuk a második királyunknak a sírhelyét is. Röviden ez a probléma lényege, és ezt a kérdést kellett körbejárni, ezekre a kérdésekre kellett választ találni. Amit említettem, hogy ez a probléma, hogy
hogy nem tudjuk, hogy hol van, melyik helyet, ugyanazon a helyen vagy máshol van-e. Most a római épületek közül az első, hogy a Szentmihályt említettem, a nagyobb épületek közül a két Jehóra, illetve a mauzóleum, ami esetleg szóba jöhet. Hát igazából a mauzóleum meg a második számú Jehóra, az a másodikában az kiesik, mert máshol fekszik. Sokáig én úgy gondoltam, hogy a Székesegyház nyugati oldalát, itt Jehóra lehet az első idegen Székesegyház, ami az egy relatív nagyobb épület, ott van a Székesegyház mellett, ott a tulajdonképpen fizikai kapcsolatban van, illetve, ami nagyon fontos, vannak itt két festésétek, amik közül a kettő bizonyíthatóan középkori. Nyilvánvalóan ez egy olyan idegenes állapot vetett 1009 környékén, ami csak egy átmeneti, csupán kell valahol épülni a Péter Székesegyházának. A Buzárkert Gergely kolléga, aki több posztunkű a Szepti óra mellett tette le a voksát, de arra az épületről a 2005-2006-os feltárás óta tudjuk, hogy egy félbehagyott épület és a középkorban sem építették újjá, ami havasos szint, szintmondható területén, de az is egy átmeneti ilyen építési állapotot tükröz, tehát a középkorban sem volt újjá építve vagy befejezve. Tehát igazából az idei nyitotás előtt a legyes számot cél a cívóra vettet szóló, mint ilyen első székesegyház, akkor nem tudtuk, hogy mi a kapcsolat a középkori második székesegyházzal. Meg kell mindenképpen említeni, hogy itt az első székesegyházzal foglalkozunk, Bosztonyi Gyula elméletét, ő a Pécsi Egyházegyének a főépítésze volt az 1930-as években, nem csak építész volt, hanem egy tudós ember is, és többek között írt egy könyvet a Pécsi Szent Péter székesegyház eredetéről, amivel felvetette azt a gondolatot, hogy a székesegyház az egy római kori templomi bazilika előzményből fejlődött ki, és az le is vezette szépen, hogy szerinte hogyan alakult ki a dolog. Ez volt az egyik, tehát egy ugyanakkor méretű épületet gondolt a székesegyház helyére, mint a Népkörösi katedrális. Ugye elképzelhető, hogy alatta van egy kisebb épület, hát igazából az első székesegyházat illetően vagy a Cella Trihóra, vagy alatta egy kisebb épület, vagy egy hasonló, a mai székesegyházat hasonló méretű temetői bazilika lehetett. Azt, hogy valami van az altempom alatt, azt mindenképpen lehetett majdnem sejt bizonyítani is a feltárás előtt. Ez a meredek gombóda, ez egy teraszosan halad fölfele, és hát a Péter Pál sírkona mögötti következő terasz, itt az nagyjából az altempom szintjével egyezett meg. Tehát abban a szintben könnyen, sőt majdnem biztos lehetett gondolni, ott is van valami temetői épület. És hát most előzetesen meg is tudom mutatni, tehát tényleg lett egy épület, méghozzá az altánkon közepe alatt. Ez egyik legfontosabb eredménye az idei régészeti kutatásnak. És ugye, ami fontos, a továbbélés, kontinuitás a középkori fejlődés szempontjából, hogy a 9. században is tovább használják egyes épületeket, amiről biztosan tudtuk eddig az a Cella Trihóra, illetve most már tudjuk, hogy az altánok közepe alatt lévő nagy méretű épület is ezek közé tartozik. Hát így nézett ki a Cella Szent Trihórát a római korban nem fejeztek be, illetve itt lehet látni egy ilyen habarcsos építési szintet, egy nagy habarcs dömbbe, ezen a középkori szint, tehát látni, hogy a középkorban sem fejezték be, tehát emiatt biztosan ki lehet zárni azt, hogy esetleg még elméleti szinten is fölmerüljön, hogy esetleg az első székesegyház lenne, ideiglenes földlépcsővel, ezek a magas felülőfalak vannak köszönhető, hogy az épület nagy része le volt ásva a földre. A másik érdekes épület, ami a Cella Trihóra, mert az alfa és kivaratva a nyugati bejárat előtt, egy kép a feltárásáról, a két festés rétegéről, azzal, hogy előkerült az altánok közel alatt ez a nagyméretű épület, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a székesegyházak hőse,
ez a idén megtalált szintén Friedmanni földesülyeztett épület, ami úgy a karolingi időszakban templomként funkcionál, utána pedig, amikor épülnek a székesegyházak, akkor pedig visszavontják a akkori padlószintig. Hát ha egy kicsit olyan erősen volt forgalmi patisát mondani, hogy nem csak a katedrálisok őse, hanem a Pécs város őseig kezdődik Pécs történet tulajdonképpen az a, az a fejlődés, ami a tulajdonképpen a mai napig tehát ha az első székesegyház kérdése így tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megoldódott, akkor még mindig ott van, hogy ehhez hogyan viszonyul a Péter király katedrálisa, amiről tulajdonképpen eddig a feltárásig csak feltételezéseket lehetett tenni, és nem tudtuk, hogy milyen kapcsolatban áll a Nénytorgú katedrálissal. És hát ott ugye, ahogy említettem, a választ azt itt kaptuk meg, a Pécsi Székesegyház Haltán Tomában. Nyilvánvalóan ez egy olyan érdekes kérdés, meg egy olyan frekventált régészeti hely, ahol már bennünket megelőzően mások is szerettek volna kutatni, ez egy működő templom, úgyhogy eddig csak ilyen kisebb lelkendésekre került sor. Sándor Mária az 1970-es években ásott egy kisebb aknát, Kárpáti Gábor egy távvezeték Kárpátát, 1991-ben egyébként előkerült Janusz Pannoniusnak a sírja is, illetve szintén Kárpáti Gábor a 2001-ben egy padlószint beszakadás követően egy kriptát tárt föl. Ezt követően pedig a képen látható Bertó Gábor kolléga nem roncsoló módszerrel, ezzel a képen látható ilyen fűnyírószerű fütyűvel, ez egy földradar, talajradar, úgyhogy működik, mint egy radar, csak nem a levegőből veri vissza a hullámokat, hanem a földfelszínből, és ott is ugye eltérő a összetétel, talaj, kő vagy akármi más, máshogy belülik vissza a hullám, és a falak, ápok nagyon szépen ki tudnak rajzolódni a, ezáltal végzett kutatás során. És hát ugye ez volt az a első komoly lépés, ami alapján itt komolyan kell foglalkozni az altánokban való kutatással. Szépen kirajzolódott egy nagyobb épület, illetve ami fontos, itt is egy falszerű valami látszódott. És akkor ez lett belőle. Az az is az nem jött be, viszont ez a négyszögletes építmény, ez jól látható. Ez ami fontos, pontosan az altánkon közepe alatt előtt egy ismeretű, szűk, visszabontott téglasírnak a maradványa. Ez azért fontos kiemelni és megjegyezni, mert az altánkon közepe alatt, tehát a sír pontosan az 1882-1891-es átépítési egy kör alaprajzú nyílás volt, ami gyakorlatilag a fizikai összekötetés volt hivatva biztosítani a fenti szentély és a lenti altánkon között. Tehát ilyen akkor szokott előfordulni, ha lent a padlószint talában, vagy nem is biztos a padlószint talában, ami ereke van elásva, vagy bemutatva, vagy valami ereke sír található a területen, és kvázi a nyílás volt hivatva biztosítani ezt a spirituális összeköttetést a fent és a lent között. Tehát ez egy olyan dolog, ami arra utal, hogy itt Pécset, itt az altánkomban jelent erős ereke kultusz lehetett. Hát így nézett ki a feltárt épület. Ez az északkeleti sarka, ez a keleti falak, a téglák helye is látszódnak. Itt van ez a sír, itt a jobban látszik. Ezek a rétegek pedig a feltöltés rétegek, amikor visszabontják az épület falait a középkori templom járószintig.
talán itt látszik legjobb van ez az alsó ábrán, ez a visszavontott sírhely a tartályon közepe alatt. És hát a keleti falon nagyon hasonló festésmotívon kerültek elő, mint a másik cella zikkura alsó festés rétegén. Akkor most a Péterféle székesegyházról. Ja, azt lehet mondani, hogy van néhány elbeszélőforrás, illetve vannak a régészeti kutatás eredményei. Nyilván a módszer az, hogy összevetjük, analógiákat keresünk ezekre vonatkozóan. Tehát, ami a legfontosabb, Pécsen temették-e abban a székesegyházban, amelyet ő alapított Szent Péter apostol tiszteletére, második uralkodása a harmadik évében. Tehát ez alapján egyetlen, hogy ez a forrás alapján, hogy Szent Péter apostolnak volt szentelve, illetve hogy ő alapított és ott temették el. Tudom, hogy más forrás szerint a pécsi székes egyházak a szent és nagy tiszteletnek örvendő Szent István hívvaló Magyarország király alapította, építette és támogatta. Ezek szerint akkor Szent István volt a alapító. Ezt a problémát úgy lehet feloldani, hogy valószínűleg Szent István alatt kezdődött el, sőt biztos, hogy Szent István alatt kezdődött el az építése, viszont a támogatója az pedig Korszoló Péter volt, aki a 1920-as évek óta Magyarországon tartózkodott, és jelentős tisztségeket viselt István megbízásával. Hát ugye akkor a képes kronika tudósítja azt, hogy Borpüspök közvetítésére Pécsett dékülkei, Salamon király, unokölcseivel, Géza és László hercegekkel, 1060 évi eseményekről van szó, és ugye ugyanez be az éve volt a nagy tűzrész, amit a forrás még kicsit dramatizál is, harangok rólnak alá, stb. A lényeg az, hogy ez a forrásokban megnevezett székesegyház, ami 1064-re vonatkozik, nyilvánvalóan az a székesegyház, amelyet a Péter alapított és amelyben eltemették. Egy kicsit, ami ilyen bizonytalanná teheti a dolgot, egy 14. század régi forrás, egy lengyel származás, lengyel kire kísérletében lévő Galus Anonymusnak nevezett történetírás által, Galus Anonymusnak nevezett történetíró által leírt dolog. Miután ő, mármint Szent István eltávozott az életből, Velencei Péter foglalta el a trónt, aki építeni kezdett egy templomot Szent Péternek Pazuáriumban, mert a mai napig egy király sem tudott a megkezdés méretében befejezni. Tehát itt van egy Pazuárium nevű helynév, és egy befejezetlen székesegyház 14. század végén. Ezt a problémát hogyan lehet feloldani? Nyilván ez nem a Péter székesegyházára vonatkozik, mint ahogy ő arról is ír. Ha Pécsek járt, és a 14. század végén, akkor azt láthatta, hogy épül a Úrféle Nyitrói katedrális, tehát ez a forrás erre is vonatkozhat. Ő lát egy épülő katedrális, amiről ő azt hitte, hogy a Péterféle székesegyház. Hogy ugyanazon a helyen van, elvileg akkor, és ugyanúgy Szent Péternek van szentelve. A másik értelmezési lehetőség, hogy Orszoló Péterről tudjuk, hogy Budán is alapít egy Szent Péternek szentelt templomot, amit ténylegesen csak a 12. században fejeznek a ismereteink alapján. Tehát magyarra vonatkozik, amit ha látok, akkor szintén félkész állapotban volt, vagy pedig ha a Pécsire vonatkozik, akkor pedig a épülő új katedrálisnak a részeit láthatta. Én úgy vettem ki, hogy a kutatásban ebben sincs egyértelmű egyetértés jelenleg. Mindenesetre a problémát fel lehet oldani. Ami most a források után a régészetet illeti, először ugye, mondjuk úgy, hogy körbevődöztük a székesegyházat. Korábban már ismert volt a székesegyháztól érkezett a területeknek a régészete. Ott egy árpádkori palota, lakótorony, ami előkerült, és
feltárási körben, nyilvánvalóan már a Székesegyházhoz kapcsolódó dolog. 2016-ban a Székesegyháztól keletre és nyugatra volt feltárás, 13-14-ben a Székesegyháztól keletre, tavaly pedig a Székesegyháztól délre. És akkor ezek alapján, ha itt nem kerül elő, akkor gyakorlatilag ki lehet zárni azt, hogy nem a Székesegyház alatt a Péterféle Székesegyház, és akkor már utána már csak a Székesegyház alatt kell keresni, vagy a nyugati, vagy a keleti fele alatt. Hát ez egy összesítő alaprajz a tavalyi útteres ásatásról. Itt, ami bizonytalansága adható dolgot, és a Húzás Gergely kollega, ami ilyen gondolat, itt volt egy ilyen asszisz támpérekkel megerősített építmény, illetve itt ezen a részen, északnyugati részen pillérek kerültek elő. És erre lehetett gondolni esetleg, hogy itt ez egy nagyon méretű templom épület, ami akár a Péter katedrálisa is lehet. Sőt, korábbi leírás alapján itt a nagyméretű bazilikának mondott épületfalakat mondottak el ezek a területen. Tehát igazából ez egy ilyen bizonytalanságot adott az egész Péterféle Székesegyház kutatásának, és igazából az idei eredmények alapján lehetett ezt jelenteni, hogy ez nem az, pontosan tavalyi. Amit lehetett tisztázni, látjuk, ez a 15. századi állapotot mutat ez a zárra. Székesegyháztól délre van egy 44 méteres útvar, attól egy keletre egy keleti épületszárny, van egy nyugati, meg egy déli épületszárny, és igazából ezek a kidélek egyértelműen szépen kihazolódnak a tavalyi kutatás alapján. Ezek a nyugati szárnyak a tartó kidélei, és egyébként rendszerben is ugyanezt lehetett látni, tehát nem az alsó rétegre, hanem teljesen a felszíni visszavontás padlószinten, illetve padlószinten kerültek elő ezek a kidélek, tehát biztosan nem egy átlátkori bazilikának a belső tartó pillérei. Ez a cintet, ami itt volt, az pedig egy olyan centrális rendezésű római kori temetőépület, amit a Nyírketi torony előtt volt, ez az úgynevezett 5-ös számú temetői épület. Ezt a étkézett talajos kutatásnak a mélységadata is megerősíti. Tehát gyakorlatilag ez alapján eljutottunk odáig, hogy illetve még akkor még annyit, hogy a Székesegyházból keletre jövő temeten sem került el olyan falmaradvány, ami azt szeretném mondani, hogy tisztán a Péter királynak a katedrálisához tartozott. Késő középkori falak és valószínűleg ahhoz a későbbi épülethez tartozó későbbi sírok kerültek elő ezen a területen. A másik kutatási módszer az analógiák keresése, ez a Kovacsai Székesegyháznak az alaprajza, ami érdekes, itt ez a bordóval pirossal jelzett terület, ez az első periódus. Nem tudom miért, de én voltam az első, aki ezt az alaprajzot méretorányosan rázolta a pécsi Székesegyháznak az alaprajzára, tehát az jött ki, hogy ráfért a nyugati felére is, ráfért a keleti felére is, és pontosan nagyjából az oszlop pillérsorokhoz illeszkedett. Ez már kicsit gyanúsra tette a dolgot, hogy itt ami hasonló időben is kérdezik, hogy egyezik a két épület építése. Így gyanúsra tette a dolgot, hogy ami hasonló épületet kell találni itt is. De ez volt az első verzió, itt eletett képzelve feltárás előtt, a másik verzió pedig ez volt. Hát mindenképpen valamelyik feladat a Székesegyháznak kell keresni ezt a Péterféle Székesegyházat. Sőt, én egy kicsit meg is spékeltem a dolgot. A tartásbomban a oldalat és a kalat nem íves a falszakasz, hanem ilyen szögletes. És azt gondoltam, hogy mi van akkor, ha ezek a toronynak a részei, és akkor lehet, hogy ez egy egyhajós katedrális esetleg átépítették egy háromhajóssá, esetleg egy nátexet építettek elé, és ez most pont belefér a Székesegyház keleti felére. Tehát ez lehet látni is a pávázolóvalai későbbi Székesegyház alaprajzot. Ugye itt van a római épület középen, ezt már az előbb megbeszéltük. Ez a feltárt római, a kavacsai, meg a későbbi pécsi, és
hát, hogy ez ide, ezek a működik elmélet, amit nem találunk olyan falat, amire azt lehet mondani, hogy ez a Péterféle Székesegyházhoz kapcsolódhat. Amit biztosan tudtunk, hogy a Székesegyházban lévő pillér, meg oszlopsorok, azok sávalapokon nyúszanak, mindegy az alapozásnak a stabilitását, meg az épület stabilitását statikai szempontból megerősítendő. És itt a déli pillér, ez a déli pillérsorhoz tartozik, egyik déli pillér, előkerült egy olyan visszabontott fal, amely szépen látszik, hogy a két oldala elég faragott, kívül faragott, relatíve szabályos pálenszerű kövekkel ki van rakva, belül pedig ilyen kivált anyaggal ki van öntve. Nyilvánvalóan ez így struktúráját tekintve nem egy alapozás, hanem egy visszavontott épületnek a lábasú felmenő fősora. A következő arra, amíg itt lehet látni ezt a habarcsos kifolyást, ami az alapozáshoz tartozik, és föltett pedig ezt a fősor. Tehát ha a Bolcsai mintán veszük alapul, akkor meg ezt a felmenő falakul, ez nem más, mint a Péterféle Székesegyháznak a déli fala, annak a legalsó kősora. Tehát egy kicsit megösítjük ezt a dolgot, megtaláltuk itt a szentélynek a déli végénél a korábbi szentélynek a egy szakaszát, ami szintén egy visszavontott állapotban került elő. Tehát rövid azt lehet mondani, hogy Bosztonyi Gyula annak idején jó úton járt, amikor azt gondolta, hogy a pécsi altáplom helyén a szintjén volt egy bazilika, csak nem, és az a bazilika járószintből lett a későbbi altáplom szintje. Annyit tévedett, hogy egy kisebb romai épület volt, ezt követően pedig az altáplom járószintjének a szintje, a Péterféle katedrálisnak a belső járószintje volt, és amikor azt visszabontják, akkor lett az a szint, ami a Péterféle templomnak a belső járószintje volt, az altáplom szintje, és akkor afelé építik a felszínből kiemelt szentét. Tehát tulajdonképpen akkor ez a kérdés tisztázódva, tehát van egy római kori temetői épület az altáplom közepe alatt, ahhoz igazítva megépül Péterféle katedrális, azt visszabontják, és helyén megépül az altáplom, illetve fölött a szentély, tulajdonképpen a mitológiai katedrálisnak a keleti fele, hogy később kiegészítenek egy nyugati félelem. Tehát a Puszta László féle elképzelés, meg az általános templom fejlődése elmélet valósult meg itt Pécsen is, kis templom, nagyobb templom, ami jelen esetben egy ős templommal is rendelkezik, a mai római kori őse, aminek van egy karoli folytatása, és akkor az egész középkori két templom erre épül rá, és ez van meg a mai napig is, az a külsejét készítését tekintve az a 19. században tükrözik. Ez egy nagyon fontos, hogy tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a középkori székesegyházak problematikáját sikerült tisztázni ezek alapján. Egyébként arra vonatkozólag, hogy egy korábbi templomnak a falát visszavontják és arra utána pillereket építenek, nem kell messze menni. Itt a Széchenyi téren, a Szent Bertalan templomnál is úgyhez játszódott le, az a Széchenyi tér északi részén, a Régészeti Múzeum és a Dzsám közötti területen helyezkedik el, ott is lehet látni a korábbi egyhajós templomnak a visszavontott falait, és arra vannak ráépítve ilyen sávaként felhasználva a korábbi templomfalat, a későbbi háromhajós templomnak a pillérei, de erre számtalan példát lehet találni egyébként, tehát ez egy teljesen logikus folyamat a Székesegyház esetében is. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen fontos, eddig vitatott kérdést úgy tűnik, hogy megnyugtatóan sikerült megoldanunk, és hasonlóan megoldanunk, nem egyedül, nem tudjuk a kollégával együtt. Úgyhogy Gergely is elfogadta a tavaly ásatások eredmény alapján, illetve ez alapján, hogy nem a Dóntérnek az északnyugati részén van a általában korábban dolgon volt Péterféle katedrális.
Hát röviden a DOMT-nek a tárpátkorát az így lett egy összefoglaló ábrába elfoglalni. Egy előzményként ez a késő épület, amely egyébként volt itt valószínűleg egy nátrexel vagy egy portikusza is még. Erre épül a Péterféle katedrális és erre épül a Néntor-Gyungor-féle katedrális, illetve még a 16. század elejéig a Cella Chirurgia is tovább él, püspöki magántábornaként. Illetve még a Dóm-térnek az első ebben az idejében, az állapot idejében van egy-két fokos épület, ami valamilyen szinten látszódott, ugye ehhez felszegül igazodik a Néntor-Gyungor katedrális, illetve a tér területe ekkor tulajdonképpen egy temetőnek nevezhető, temetőnek tekintik, az aként funkcionál, egyrészt a későbbi hagyományokra visszavezethetően, másrészt pedig kerültek elő sírokat értek ezzel a részén, itt is kerültek elő, itt a balusztrát környékén, és egészen a felső sírtapjának a keleti szélig van egy nagy temető, ami 9-11. Századra lehet tenni. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos történeti kérdés, amit tulajdonképpen régészeti módszerekkel majdnem teljesen biztosan megnyugtóan lehetett tisztázni. Ugye még egy nyitott terület van, egy sötét folt régészeti szempontból, ez a Székesegyháznak a nyugati fele, úgyhogy ha esetleg a sok egymással összeillő adat mérsékelne helyes, akkor a cápfolt az a nyugati oldal alatt lehet esetleg. De összességében azt lehet mondani, hogy ez elég megmutató, amit sikerült az elmúlt két évben találnunk is, ez egy elég logikus általános folyamat. Én úgy gondolom, hogy ezzel, legalábbis úgy érzem, hogy ezzel nincsen probléma. És ugye, ami azért még problémás lehet, az nem mondhatjuk, hogy minden tisztelt megfejtettük a Székesegyháznak. Ilyen az elmutatlan rá, hogy a főapc is az íves, az oldalt is sokat meg ilyen szögletes fülkék vannak. Ez miért van, azt nem tudjuk. Lehet, hogy van még valami olyan részletkérdés, amit nem tudtunk tisztázni, de ebből a kutatásban az idén végeztünk, ez nem volt megoldható. Annyi biztos, hogy ez a toronyszerű elképzelés az nem jött le, mert a toronyok nyugati felének a vonalával az tehetett felkötelezve nem volt semmilyen körülépített építmény, tehát az a része volt az elképzelésnek. És akkor most jön a végén a Péter királynak a kérdése. Ugye megvan az a Székesegyház, elvileg, vagy gyakorlatilag is, ahol Péter királyt eltemették. Fontos megjegyezni, hogy 11-12. Században templomban azt temetik el, aki azt szponzorálta, azt, aki alapította. Tehát ilyen esetben ebből kifolyó relatív egyszerű dolgunk van. A templomban valahol a főhelyén, a főoltár előtt, esetleg a templom közepén azon a részen, tehát valahol a keleti felébe találunk egy sírt, valahol ilyen központi helyzetbe, ha van már csontváz, akármilyen, ahol ha bolygatva van, ha nincs bolygatva, ha ügyesen van sírt, akkor jó eséllyel rámutatjuk azt, hogy az Péter király sírja. Egy ilyen problematikus dolog lehetett a ügyel kapcsolatban, ugye ez a Péter, az altárpont szintje az a Péter templomának a padló szintje, tehát a padló szint alá teszik a sírt, akkor viszont mi van akkor, ha az a sír esetleg az altárpontban kapcsolódik, akkor viszont nem Péter találtuk meg, hanem a püspököt. Tehát mindenképpen valamilyen fontos személynek, vagy Péter királynak, vagy a borcsüstöknek a sírjának az előkerülése volt várható azon a területen, ahol a régészeti kutatás folyt. Tehát a Péterről ugye második királyunk kétszer uralkodik, 1038 és 41, illetve 44 és 46 között. Szent István unokaöccse, Imre herceg halála után kerül trónörökösként vagy a képbe. Apja Orsza Otto, anyja pedig Szent István egyik nővére volt, és amit el fogom mondani, nem volt egy erőskezű uralkodó, vagy olyan időben, amikor erre szükség lett volna, egy István után, aki egy
államot alapít, elkezdődött az egyházszervezés, az államképítés, a vármegyeképítés, nyilvánvalóan egy sokszínű kulturális, vallási közeggel létező Magyar Királyság területén kellett volna ebből a sokszínű valamiből egy relatív egységes nyugati keresztény jellegű államot, meg társadalmat gyúrni. Egy idegenben érkezett fiatalember számára ez hát mondjuk úgy, hogy nehezen ment, nem volt egy uralkodó típus, illetve hát azt lehet mondani, hogy azt tettem, amit István meghagyott neki, hogy folytassa ezt a nyugati keresztény irányvonalat, viszont mivel hogy idegenekkel vette körül magát, igyekezett a saját embereivel megfelelő pozíció, magas pozíciókat betöltetni, erős ellenállás váltott ki, és az lett a vége, hogy az egyik főhírnyek megjegyítkozása után elmenekült, utána a Németh-római császár segítségével visszatért a tóra, de akkor még egy bűnügyes lett a Németh-római császárnak. Igazából azt lehet mondani, hogy a magyar történelem első ilyen hogy mondjam, a nemzeti függetlenség semmire vételem miatt az első ilyen bűnbakja, vagy nem tudom, minek nevezzem. Igazából próbált azt szerint a István ráhagyó, csak nem volt elég erős hozzáfár, mit lehetne röviden fogalmazni. És hát a végét pedig azt jelentette, hogy felázottak erre, fogánylátozás is volt ugyanebben, a püspökség, a vezető réteg is ellen fordult, és hát elfogják, meggyilkolják röviden, és a forrás szerint Székesfehérváron van meg, viszont a forrás szerint ugye Pécset a Székesegyházban temetik el. Most kérdéses az, hogy mennyire akart ugye Pécset temetkezni, mennyire nem. Ugye Budán is volt egy alapítása neki, ami még a később is csak félkész állapotban volt, tehát könnyen lehet, hogy csak azért temették el Pécset, mert a másik, ami nem volt olyan állapot, hogy eltemethessék. Mindegy, végül is lényegtelen, az lényeg, hogy ide temették el a királyt. A középkori temetkezésekkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy templomok temetkeztek ugye általában. A templomban a temetkezés szokása a 10. századtól jellemző, és általában az alapítót, az pontot illeti meg. A vala templomnak a templom, ami egy olyan kápolna, ami temetkezéséhez elkezdett útuszra szolgál, akkor oda, nincs akkor a padlózat alá temetik el, és ezt a korábban már többször említettem, és hát akkor hol lehet? Ugye lehet látni az ábrán az északi és a nyíli pilliersort, itt van a fő apszis a oltárral, tehát valahol itt ezen a részen várható volt Péter királyra, esetleg Szent Pál püspök síjának az előkerülése, ami tulajdonképpen megóvta számunkra, hogy itt nem túlták, bolygatták ezt a területet, tehát az volt, hogy a 18. században egy nagyon masszív, majdnem tisztelti vastag, havacsos réteget terítettek a középkori szint fölé, és ez megóvta a további későbbi bolygatástól. Vissza kell térni Bertolt Gábor kollégának az ábrájára, hogy egy falat rajzolt be, ez a fal, helyén ez látszódik, tehát ez nem egy fal lett, hanem játszik, hogy tulajdonképpen két sír. A radar azért látta ezt falnak, ezt a két sírt, amit elhelyezkedett, ezeket tulajdonképpen szándékosan szétbontották, kőből és téglából volt kirakva a dolga neki, és ezt a tégla és kő anyagot, ami a bortától számított, beállották, belemalkották a sírbődörbe, és ezt a köves törmeg is nagyon látta a radarja falnak, mert nem fal, hanem két sír, ami így néz ki a valóságban. Az első a keletkező a fősír,
mellett pedig egy ilyen kisebb sírlába volt felfedezhető. Itt lehet látni a kisebb sírnak a végét. Most összehasonlításképpen azért ez egy nagyon hasonló sír, ami itt látható. Ez egy jellegzetes, tipikus árpádkori sír, nem királysír, hanem egy egyszerű sír. Ez a másik egy ilyen külapokkal külvárakott sír. Ezek a jellegzetes árpádkori temetkezési formák, ez a két sír a Székesegyháztól nyugatra, itt a Székesegyház nyugati bejárata, Cella cimborától északra, a Cella cimbora középkori kápolna fázisával származó két sír. Tehát minősége ugyanolyan, mint azok a sírok. Nyilván lehetne azt várni, hogy valami díszesebb, faragottabb, szebb sírba temették el annak idején Orszaró Péter. A jelek szerint nem valószínű, hogy a sírját egyébként Gyula fedhette. Viszont a sírból lehetett látni a képeken, hogy mindkét sír üres volt. Nem úgy üres volt, úgy volt üres, hogy nem volt a törvény, mert lehetett látni, hogy számítósan felszámolták a sírt, viszont egyetlen darab embercsont sem került belőle elő, tehát arról van szó, hogy valaki rablás szándékkal, vagy valaki rablás szándékkal azt kirabolták, és a esetleg is sírtartalmú dolgokat onnan kiszedték, mert azt lehet látni, hogy ezeket a sírokat felszámoltak és áthelyezték máshova a későbbiek folyamán. Kérdés az, hogy akkor hova helyezhették át. Azt tudjuk, hogy a Négytornyú katedrálisnak a közepe alatt, ott, ahol ma Dulánszki Nándor püspök úrnak a síremléke látható, egy középkori építésű sírkamra volt. Valószínű Mór püspököt már ide temették el eredetileg is, tehát a templom közepe a főhelye alá, és valószínűleg, mert a sírkamra elkészül, akkor közeli a Péternek a földi maradványait, és áthelyezik ebbe a középkori sírkamrába. Ugye azért tudjuk rámondani, hogy ez a sír Péter király és nem Móri, ez egyetlen olyan sír ott a főhelyen, a földsír, ami üres és fölszedték, tehát azt jelenti, hogy ha fölszedték, akkor át kell helyezni valahova, és ha oda helyezték át, ahol a későbbi templomok közepe, nyilván a korábbi sír, az meg egyedül akkor a Péter királyi lehet. Hát ilyen megfontolásból lehet azt gondolni, hogy majdnem bizonyosan, hogy egy középkori sírkamra rejtik ma is, mint Borbüstölt, mint pedig Péter király földi maradványait, egy közeledi kép erről a sírelmékről. És hát előkerülhető a királysír. Azt tudjuk, hogy a hódoltságkor után a császári hadakozók módszeresen kirabolták, kiforgatták a kriptákat, ekkor is kirabolhatták, esetleg korábban is kirabolhatták. Ha szerencsében akkor még ott van a padlószint alatt, és nem vették észre, hogy nem foglalkoztak vele. Igazából részleti feltárás nincs, hogy csak ha kezdődő mondatokat lehet mondani, mert a tudománynak magunkban sincs túl sok értelme. És egy másik kérdés, ha mégis így kezdem, előkerült volna a üres sír vagy csontváz, akkor miből lehetett volna megmondani, és bolygatatlanul került elő, hogy ez egy királyi temetkezés, hát valamilyen hasonló viseleti tárgyak, melléketeket kellett volna találni a sírban, ezen a zábrán is látható. Egyébként az egyetlen olyan sír, amiben bolygatatlanul előkerült, az Holszín Kőbes Kármányos felségének a sírja. Ezt is valaki hitatja, lehet, hogy a harmadik Béla sírjáról van szó, és van az ő feleségéről. Tehát mindegy, a lényeg az, hogy egyetlen ilyen állapkori királyságban, ami folyamatosan került elő, vagy Kőbes Kármányban, vagy harmadik Béláé. Ha mégis nagyon pancsere vettünk volna, és mégsem mit lenne a dolog, Péter eltemetve, akkor a másik verzió az lenne, hogy valahol ezen a részén kéne keresni a Székesegyház nyugati fele alatt, de mivel a összefüggések megvannak, én gondolom részletkutatás nélkül is ez csak egy elméleti lehetőség lehetne.
későbbi vonatkozása. Mindenesetre itt is volt radarozás, Portugál kollega részéről, nem látott semmit a radar, úgyhogy ez is megerősíti azt, hogy amit találtunk, az úgy, ahogy gondoljuk. Egyébként találtunk néhány sírt is a haltáplomban, ezek később középkori egyházi személyeknek a temetkezései. És akkor a többi az már kicsit ilyen reklám helyett. Akit érdekel ennek a tárpátkori királysírok, azok története, sorsa, meg mit tudunk egyáltalán róla. Buzás Gergely kollégában előkészít egy könyvet, ami már benne fog megjelenni, ez az Ába is honnan származik, ami végezett összes tárpátkori temetkezést, és elmondja azt, amit lehet volna tudni ezekről. És ilyen tárgyszerűen összeírtam azért nagyjából, tehát nem olyan túl biztató helyzet egyébként összességére. Sok a vita, bizonytalan, sok a feltételezés, kevés a biztos dolog, sok szempontból is. Egy kis figyelemfelkeltés, ami a könyvben meg fog jelenni novemberben Buzás Gergely részéről, az archeologia.hu oldal, nagyon sok egy korábbi verziója fönn van. Gyakorlatilag az összes átlátkori királynak a temetkezésre betűdött össze van gyűjtve rá, amelyek feladatok. Tudnám ajánlani, hogy érdekel a Székesegyház története, a tanulmányok a kicsi Székesegyház, a Tóth Megyéri emlékkötet. Ha az ásatásról érdekelik valaki, amit mi végeztünk innen, az a Egyházügyi honlapjának egy előzetes jelentés. Nagyon színvonalas Kosztva László írása a Pécsi monográfia második kötetében. Ezt tudnám ajánlani összefoglaló jellegű munkaként Feledes Tomás kollégának a Pécsről szóló összefoglaló, középkori történetről szóló összefoglaló munkáját, illetve most újabban még a újkor.hu oldalon is itt egy összefoglalást, ott is további linkeket lehet találni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és ha vannak kérdéseik is, akkor megpróbálok rá válaszolni. A kérdés az, hogy vajon
milyen mártírról beszélhetünk. Ugye azért mondom, költői, mert nyilvánvalóan ez kellene kívül források. És egyszerűen teljesen faszolna abba a korabeli szokásba, a szokásrendszerbe, amely ugye a szakrális, az antikvitás szakrális kontinuitását biztosítja. Ugye? Tehát most nem a kontinuitásról beszélünk, az első kérdésre, hogy a Péterke, a sírja az átlat, te is egy teljesen átlagos Árpád-kori sír, semmi extra nincs benne, fővel tényleg kibozva az oldal, aztán súsz, ugyanilyen sírok vannak, mutattam a Székesegyház nyugati oldal előtt, tehát ebből is látszik, hogy nagy ügyet nem csináltak az eltemetéséből. Annyi, hogy ami tisztelt meg lehetem, csak egyébként a szponzorban, az alapítók, azért olyan ilyen rakták, ahol illet rakni. Hozzáteszem, hogy erre is van analógia, ugyanúgy a Korcsai Székesegyházban a Vaszvit püspököt ugyanerre, nagyjából ugyanebben a pozícióba helyezték el abban az egyhajós templomba a főoltárhoz képest, ugyanúgy a főoltár elé, és nagyjából ugyanabban a pozícióban, mint a Péter Király sírja is előkerült. Tehát nem csak a Korcsa, nem csak a talaprajz miatt analógia, meg párhuzam, hanem az Vaszvit kieseknek, ott is az alapítóról van szó, a sírhelyének beavatkozásában is teljes mértékű egyedés mutatkozik. És mivel a tényleg úgy hat meg, hogy meghalt, nem egy díszes temetkezést kapott, hanem egy átlagos korszakbeli sírba helyezték el, és mivel se jobbra, se balra, se előtte, se át a másik sír nem került el, és egy központi egyedés sírról van szó, így még a bármiféle melléklet, sont anyag nélkül is szinte biztosan lehet mondani, hogy eredetileg gondolt az ő sírhelye. Vagy teljesen igazad van Tamás, hogy ezt a Máté Félés egy kicsit elcsumálkodtam itt az előadás során. Azt kell először is tudni, hogy a pannoniai Drávától északra lévő Máté nevet római korból nem ismerjük. Tehát egy nevet nem fog tudni mondani, nem csak én nem fog tudni, senki nem fog tudni mondani, hogy itt valami komoly szemkultuszról van szó, egyrészt a Székesegyház a területén, az lehet tudni a Tartámban méretéből is, gyakorlatilag az egész Szent Ír alatti rész egy nagy öthajós altámban van, ami gyakorlatilag egyedülálló Magyarország vonatkozásával. És a települések mellett a másik a fontos dolog, amire használják az altámpont, az ereket bújtos. Tehát ahhoz kell a tége. A hatjára ahhoz kell, a fontos erekék vannak itt, és azt lehet látni, hogy az a elbontott kis sírlába, aminek a körülbelül megfelelő sugófény mellett látszanak csak, az fontos volt az altámpont közepén alatt, és az altámpont közepén alatt megvonul az a római épület is. Akkor a római épületnek a keleti oldalához van, illetve a Hószai oldalára alatti erekességről van szó. Hát én úgy gondolom, hogy az lehet, hogy valami római helyi Mártírnak a sírja lehet, akit ott eltemettek, majd később valószínűleg ott a karolingi időszaktól az oltárról kaptuk, ezt tudták is, hogy ott van, és akkor ezt a római épületet visszabontják, ezt a római és karolingi templomot visszabontják, akkor ezekkel az erekekkel valamit csinálni kell, oda nem tudják vissza, akkor betemetik. Akkor van az valószínűleg, hogy a Péterkert eltemetik, akkor még építenek egy kisebb sírlelát, de akit egy erekének meg kell nagyobb sírlelát, csak abban helyezik be el. És amikor megszűnik a Péter Székesegyháza, akkor pedig a Péter sírjel meg áthelyezik a központi sírkamrában, mondjuk úgy, és akkor valószínűleg nem csak Bor, meg Péter, hanem esetleg ennek a egykori Mártírnak, annak gondolt csontjai. Nem hiszek benne, hogy ez olyan sokáig ott megmaradt, meg minden, de egy részlet kérdés, hogy Mártírnak hány helyet és hány koponyája, meg hány kis ujja, meg stb. Található. Lényeg az, hogy hittek benne. Tehát valószínű, hogy nem csak a két említett alapítónak, hanem egy feltelt eszetben római kori szentként, Mártírként tisztelt személynek is a maradványait ott, vagy esetleg erekét meg lehet találni elmész szinten. Tehát ez mind így elméletnek tűnik, mint nagyon ilyen meleknek tűnik, mivel hogy pont a Tartámpont közepén alatt van, ott volt az a nyílás, tehát amikor ezt csinálták, akkor tudták, hogy kiből van szó, meg miért rakják oda. Különben ez nem így épül. Tehát maga az, hogy van egy nyílás, pont az a közep alatt, és a pont a közep alatt van az a kis sírlára, ez azt gondolom, hogy egyetlen régészetileg bizonyítja, hogy meg a Tartámpontnak a hancsárk egyetlen bizonyítja, hogy egy ismeretlen nevű, legalább egy ismeretlen nevű olyan Mártírnak, szentként tisztelt személynek a
kultuszolt jelen volt az alkempontban, akik nem tudjuk a nevét. Nyilván ezek más is lehetnék, de ezek az adatok mind egyfelé mutatnak. Ha már én névnék fel az egész a levegőben egy kicsit, de sajnos nem is felünk az egész Pannonia területéről a rálátó részletre egyetlen márkédelet sem. Nem tudom, Rékvárda megerősít engem ezt. Megerősít, jó? Akkor jól tudom. Én csak röviden szeretnék hozzászólni, hogyha szabad egy kicsit a vegyük, hogy az Orzolgó Péternek ez a képe, én úgy gondolom, hogy azért, hát hogy ami a képes kommunikában van róla, az nem a legmegbízhatóbb forrás, tehát egy valószínűleg későbbi betoldás is, meg hát egy egészen másfajta problémát mutatta, hogy az idegen ellenesség, ez egy későbbi dolog. Nem volt neki jó sajtója, de hogy miért nem volt neki jó sajtója, az inkább az Altai évkönyvekből derül ki, ami meg ugye forrás, azért, mert a koronázási esküjét megszedte, és nem hogy nem gyöngekezni volt, hanem ilyen kézivezérléssel, joystickkal akart mindenkit irányítani. Ezért aztán mindenki szépen összeveszett vele, és elhagyja, ott van az Altai évkönyvekben, elhagyták, tehát fölmondták a vele szembe való hűséget, és hát emiatt kellett neki menekülnie. Most az viszont, hogy ez kapcsolódik a második, ez egyetlen hely, ahol jó sajtója van, az a Gábor Szabolcs. Szóval ennek valószínűleg egy oka van, hogy a Piasztoknak a házi hagyományában fennmaradt egy olyan emlék róla, hogy ő volt az, aki megsegítette annak idején ezt a gesztát megrendelő fejedelemnek az egyik hűsét, kiengedte Magyarországról Szent István halála után, és hát ő támogatta minden. Na most hát ugye ehhez kapcsolódik még egy bejegyzés ebben a gesztában, és az valószínűleg alátámasztja véleményem szerint tényleg az nagyon öröknek, hogyha tényleg előkerült Péter Pécset, mert ez alátámasztja ezt a bejegyzést, hogy amikor 1112-ben ez a harmadik Boleszláv itt járt, és valószínűleg bele együtt jött ez a Lazarus Anonymus, akkor az áll a szövegben, hogy bárhova is mentek, legyen az püspöki hely, prépostság vagy apátság, ugye mindig kísérte maga a magyar király is lett össze. Na most előtte pedig az áll, hogy meglátogatták Szent Istvánt és Szent Egyedet. Ez alapján a Székesfehérvárt és Somogyvárt könnyen lehet azonosítani, tehát mondjuk kettő kilőbe, és a harmadik marad egy püspöki hely, ami kézenfekvő lenne, hogy Pécs. Ha csak nem Szent Lászlóhoz ment el, ami egy elég hosszú út lett volna, de ennek más nyomát nem lehet látni, ővele is jól voltak egyébként. De tehát ez inkább tényleg Pécset támasztja alá. Az mondta, hogy a más kérdés, amit Tamás mondott, hogy tényleg azért azt meg kéne fontolni, hogy ki is temette el, tehát hogy azért tényleg pont a püspökökkel veszett össze. Tehát, nem, tehát azokkal, akik ugye eltemették volna egy püspöki székhelyen, tehát ez egy következő probléma. Hát akkor is a szokás szerint ő alapította, akkor ők is oda temetjük el, tehát ennyi tisztelt azért járt neki valószínűleg. Hát igen, csak ki temette el, tehát ugye ez itt a nagy kérdés, tehát ki volt a szerződő. Jó, most kérdés, 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 jó, most kérdés,